Na, üdvözlet mindenkinek! Utolsó, hát úgy döntöttem, hogy egy utolsó bejelentkezést csinálok az út a karrier az új vasút felé. És tehát jelenleg 2021. július 25-e van. És mondom, hogy csináljuk egy olyan bejelentkezést, hogy mit is értem el, és most hol tartok. Hát azt el lehet mondani, hogy jó, meleg van, 29 fok van. El tudom mondani azt, hogy hónapok elteltek, ugye tavaly januárban kezdtünk, és decemberben végeztünk az iskolával, dolgoztam 2 hetet, amit aztán ott hagytam, mert nagynéném lebetegedett, és mellette kell lenni. Most jelenleg, és anyám mol vagyok, és idős, és nem hagyhatom el, úgyhogy a vasútas karrier véget ért, de végképp nem érzem úgy, hogy valami csalódás ért volna. Sajnos a roma vasút eléggé lepukkant állapotban van, és jelenleg ott tartanak, hogy nagyon sok ember elhúzott, és folyamatosan húznak el. Ha most már az is megtörténik, hogy egy héten 2 vasúti baleset is történik. Csak abból a pontból, abból a fény, abból a részből is, hogy a vasút állapota nagyon előhaladott állapotban van, az előregedési állapotban van. Alagútak, hindak. Hát most láttam, hogy a felújított pályán egy vonat feltépte a váltóknak a nyelveit. Tengelyek kihúrva, kiborulva, és akkor nem csinálnak semmit. Arra a döntése kell az ember jusson, hogy én a politikumnak nem dolgozok. Én nem kockáztatom az életemet azért, hogy a politikum legyen, amit ellopjon, és a vasútbiztonság nagy mértékben megromoljon. Romlott állapotok vannak. Aztán nem beszélve bizonyos személyekkel, ilyen pár posztdecemberista személyek, hogy személyek, akik nagy mértékben a vasútot károsítottak. Én úgy gondolom, hogy ennek véget kell vetni. Én ebben nem veszek részt. Viszont úgy döntöttem, és egy komoly elhatározáshoz taktója az, hogy Atya úristen! Tehát az elhatározás az, hogy más karrierbe fogok. És most mi is megy jobban az IT, és nekem a kezdet megvan az IT részen.
Mit rángatod, hogy nyitasztod a izét? Hát lényeg az, hogy csak ennyit vlogolok, annél tovább nem. Kínlódok, hogy filmeket csináljak, csak mégis azok, akik abban reményben voltak, hogy tényleg a vasútnál meg lehet élni. Hát nem a megélhetés ő van, hanem a biztonsága most már. Hogyan tovább? Hát beiratkoztam egy ilyen Link Akadémis network, vagy hálózati adminisztrátori dologra. Hát ez arról szó, hogy te tanúsítványokért harcolsz, ami ritka. Ez nem alapinformatika, hanem ez industriál hálózat és hálózat biztonság. Tehát ami ilyen az internet, az internet, és ahol kapcsolatos dolgok. November 1-től kezdődne ez. Hát ami tanúsítványokat lehet kapni, az a Azure, Microsoft Azure, az egy cloud. Meg MTA, Microsoft Technology Associate. Úgyhogy Cisco, Mikrotik, CompTIA, Linux. Úgyhogy IT, ott kimondott network. És jó fizetett, viszont oda kell tenni a, hogy mondják, a csontot. Oda kell tenni az ember, oda kell tenni az eszit. Na de az eredmény az már jelenleg adott. Megkerestek, hogy ne, tudjuk, hogy te akkor akarsz is foglalkoztál, és akkor ne, akarunk egy céget csinálni, és akkor esetlegesen návállod be, hogy dolgozz nekünk, és esetleg olyan embert, aki tud neked segíteni, és jelenleg megbeszélések folynak, vagy fognak folyni abban az a célra, hogy hogyan is néz neki ez a cég. Hát mégis egy falun belül megélhetés, az egy proeminent cél. Tehát falun belül dolgoz és megél, és ne kaszajt takas, túljon a főnet, és üzleteknél dolgozza a zsemáj, hanem mégis egy olyan dolog, ami egy maradandós, mégis nem szezonális, mert el kell ismerjük, hogy a hálózatépítés és a kamerázás, a biztonság az eléggé napias rendszerekről. Ahhoz képest, hogy válság van, mennyire igény van ilyen rendszerekről, hát nem egy tegnapi eset. No. Hát végképp nem tudom, hogy ez legyen egy vlog dolog, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy ez egy promoválást megér. Lássuk, hogy az adogatásról is így gondolja-e. És ez legyen egy rendszer lehetőség. Hát csak azért is, mert jó megélhetés bizonyít. És most már úgy van, hogy ki kell, olyan apróságokon múlik az, hogy egy jó karriert befuss megfelelő támogatásról, de ez mellett az ember csak a nap úgy megsütött, tehát ez mellett azt is el lehet mondani, hogy fény.
ha az ember odaáll, az tud cselekedni, azt el tud képzelni dolgokat, tud tenni dolgokat, eredményeket tud elérni, felmutatni. Tehát van benne jövő. És tartani emellett talán az a legfontosabb, hogy emellett így követni a technológiát is, meg legyen az a háttér. Na most csak azt mondom, hogy egy Cisco switch-t vagy egy routert beállítasz, ami nem egy ilyen játékszerű, mint egy TAND, vagy TP-Link, vagy D-Link, vagy Starlink, hanem mégis egy komolyabb technológia. És eljössz arra, hogy ha képes vagy, meg tud csinálni, megfelelő segítséggel, eredményeket érhetsz el, fizetnek is érte, tehát buli. És itthon vagy, megy a munkakönyved, fizetés kapsz, nagyjából persze nekem van egy alsó limitnél, max 4, de 3 alá nem megyek. És akkor azt mondod, hogy jó, ezért dolgozok, de legyen promóvállás lehetőség, főleg ha az egész nagyon is jó fog menni. Mert én nem félek attól, hogy a network esetleg nem jön be, mert a network be fog jönni. És az, hogy most adminisztrál egy-két céget, vagy hármat, és mindegyik behoz neked 5000 lejt, az a minimális, ahhoz képest, hogy a jelenlegi network piac a hálózati adminisztráció 7000 lejnél kezdődik. És akkor én megkérdezlek téged, hogy ne, figyelj ide, ezek a lehetőségek, ezt meg kell add. És hozom a piac, jó eséllyel jön a piac, mert ha jó munkát végzünk, akkor mint ha nem kell promóváld azt a céget, jön a piac, és akkor azt meg tudnátok egy csinál, persze. Mennyit? 2000 lej. Jó. Vagy azt meg tudod csinálni. És mikor itt is van munkád, és ott is van, és ott is van, és mi egy cégnek egyszer a legjobb elégedettsége, vagy egy cégnek a neve és a kitartása, hogy meg is maradjon a piacon, az, hogy minőséget csinál. Mert az a helyzet, hogy egy ilyen helyzetben sok ember azt tűnjön, hogy te vagy a fel, csináljad. Ha nem. De te azért jöttél tanulni, nem? Tehát ez egy másik kérdés. És éppen ezért irtozatosan fontos az, hogy igaz, hogy akik akarják indítani, és akik hívtak, azoknak van víziójuk, azt úgy láttam, hogy ők képesek arra, hogy megteremtsék ezeket a kondíciókat. És jó, ne, ezt csináljuk, azt csináljuk, jó, akkor csináljuk azt. De leülünk és tervezünk, és úgy valósítunk meg. Nem, hogyha nekiszegünk, és aztán összemanyókolunk valamit. Sajnos a mai világban tokány, gányoló ember rengeteg van. De nem úgy van, hogy sok embernél, ahogy szokott lenni, hogy hát ez egy kicsit értek, és ahhoz egy kicsit ezért. Ne, figyelj ide. Te jössz velem, akkor te csak egy dolgot csinálsz. Segítesz kábelt húzni, és ennyi. És ahol kell, lyukat húz, és ha kell, becsinálod annak a helyét, mert te, hogy te értesz a kömüvességet. Én aztán a beállításokat, egyebeket megcsinálom. Addig, amíg, ha nagyon érdekel, akkor azt te is meg tudod csinálni, viszont az egy lényeges dolog, és ne felejts el senki, aki ezt nézi. Úgy vagy ember, és úgy vagy értékes, tehát ez az egyik dolog, hogy minőséget csinálsz őszintén, és a másik, az egyikhez tartozik még mindig, hogy minőséget csinálsz, de egy ideig tanulsz. A másik, az már nőknek is szól, hogy ahhoz, hogy te értékesnek tűnjél, és valakinek kell, akár egy munkakörből valami,
légy nyitott arra, mit kell csinálni, képes légy tanulni. És felmutatni dolgot, mert a legtöbb nem tud. Én úgy gondolom, hogy ezzel elmondtam, amit akartam, és ez lett a vasút, nem bánom egy pillanatig se, és örvendik, hogy egy ilyen dologgal megkeresnek, hogy ne. Ez a helyzet. Bárki, aki jelenleg ezt megnézte, azt tudom mondani, hogy nem kérjem, hallgassatok. Nem kell azt csináljátok, amit én csináltam, hanem hiszem az, hogy könnyen is jól lehet csinálni dolgokat, anélkül, hogy kemény munkába vagy kemény külföldi dolgokba kerülj bele. És ott kínlódj, távol az otthontól. Itthon is meg lehet csinálni. Csak légy hajnalon, de egy kicsit is tanulni. És ne úgy vedd fel, hogy tanulás, hanem úgy fel, hogy kihívás. Ebben titkot állottam el. Ennyi, amit akartam mondani. Köszönöm, aki megnézte. És akkor majd meglátom, hogy még beszélek ezekről, vagy nem. Na táj!